Az első és legfontosabb különbség, amit talán most így már látszik, hogy mellett állunk, az ugye a mérete. Hiszen ez azért sokkal kisebb, mint azok a kamionok, mint amit itt mögötte is látszom, amit ugye az utcán használnak. És hát egyébként pedig ugye az egész egyedileg van építve. Beszélgettünk róla, hogy van pár alkatrész, amit ugye az utcait kell használnunk módosítatlan változatában, például ugye a fülke, meg ez a két nagy alvász hoztartó gerenda. Viszont azon kívül majdnem minden alkatrészt nagyon-nagyon-nagyon átalakítunk. Azok is utcaiból vannak, de óriási átalakításon mennek keresztül, mielőtt tudjuk használni őket, például az első híd, a hátsó híd, kormányzás, stb. És hát ugye a motorunk, az is az egyik legfontosabb eleme ennek az egész csomagnak, az pedig ugye gyári MA motorsportos motor, és ezt ők fejlesztik, ugye speciálisan átalakítva ugye erre a versenycélokra, meg a elektronikája ugye hozzá van programozva ez a szűkítőhöz, amink ugye van, hiszen ugye le van szűkítve, a beszívott levegő mennyiséget korlátozzuk, ugye a turbo is ahhoz van méretezve, persze ez nyilván egy nagyobb turbo, mint amit a utcán szoktak használni, és hát még egyébként a dugattyúk, hajtókarok és ugye hengerfő is nagy mértékben át van alakítva gyárilag ahhoz, hogy ez nagy teljesítménye kijöjjön. Ugye az utcán ez a motor, ez 440 lóerő, és nekünk ugye itt pedig 1100. ról 160-ra, ami ugye a végsebességünk, ami szintén egy 100, az körülbelül ilyen 5-5,5 másodperc, viszonylag jól megy. Végsebességet? A korlátozást kivéve belőle, meg ugye megfelelő végátételt használva, ugye a hátsó hídban 300 fölé is tud menni a versenykamion. Utcán legális gumi, de hát ugye nem igazán használható utcán jól ez. Hiszen látszik a mintája, igen, a keveréke is más, és ugye a mintája is sokkal másabb, mint egy utcai guminak. Ezt a Gucci speciálisan ehhez a versenysorozathoz gyártja. Maximum 12 gumit lehet használni. 12 darabot. Tehát két szett gumit lehet használni, és maximum. És mi általában 10-et szoktunk, tehát ugye a hátsó külső gumikat meghagyjuk vasárnapra. Ugye úgy szoktunk indulni, hogy szombaton 6 új gumi, és akkor ugye vasárnapra pedig előre, meg hátul a belső tengelyen, hátsó tengelyen, belül új gumi, és a külső hátsót meghagyjuk, mert ez nem igazán szokott nagyon sokat kopni. Főleg ugye a motor és a motornak a használata az, ami teljesen más, mint ami az ember hozzászokik egy benzines versenyautóban. Hát azt, hogy pont ellentétesen, ezt a lehető legalacsonyabb fordulatszámon kell használni ezt a motort, ahol még épp van turbónyomás, és ugye épp nem szalad ki belőle a levegő az ellenkező irányba, mert hogy azt is tudja. És ott kell használni a lehető legalacsonyabb fordulatszámon, hogy a lehető legkevesebb sebességváltással lehessen teljesíteni egy pályát. Sokkal többet kibír, mint egy túrautó, hiszen azért sokkal masszívebb alkatrészekből van a futómű is. De arra nagyon kell vigyázni, hogy az ember ugye defektet ne kapjon, mert akkor azonnal a végét jelent a verseny. Hát igen, mert ugye főleg, hogyha megnéznénk, hogy mi van itt a műanyag alatt, amik ugye tartják ezt a műanyagot, mint hogyha az ember így belemegy a másiknak az oldalába, akkor itt 1000 olyan alkatrész van, ami könnyen kivághatja a gumit. Úgyhogy arra nagyon kell vigyázni, az első tengelyre nagyon-nagyon kell vigyázni, hogy defektet semmiképp se kapjon az ember, mert akkor annak rögtön vége. Még a hátsó tengelyen egy külső defekt, hogyha a külső kerék defektet kap, akkor még lehet menni tovább, de akkor is az ember már körönként egy 2-3 másodpercet elveszít amiatt. Úgyhogy arra kell figyelni, hogy defektet ne kapjon az ember, emiatt azért nagyon kerülni kell az ütközéseket, de mondjuk, hogyha pont egy vonalban vagyunk valakivel, és akkor ugye felnő ütközik a felnővel, meg ilyesmi, viszont nagyon jól bírja, de azt egyébként a mi autónk, a mi futóművünk, a mi rugónk, azt egyébként hál' Isten lekapom, nagyon jól bírja. Hát ugye a legfontosabb dolog az ugye a hűtésekkel és a fékhűtéssel kapcsolatban van, ugye azt tudom itt szabályozni, annak a bekapcsoló gombjai vannak itt, ami egyébként több gomb is, melyik hűtés mekkora nyomással működik, magyarul mennyi víz megy az adott tengelyre, az első tengelyt, hátsó tengelyt külön tudom szabályozni, illetve a másik legfontosabb ez a két tekker, az pedig ugye a fék erőelosztás. Hiszen az is verseny közben az egyik legfontosabb, hogy a fékeket az ember optimálisan tudja használni. Csinálok egy féktávot, akkor érzem, hogy milyen volt, bekapott a hátulja, nem kapott be. Még egy kicsit lehetne jobb, akkor állítok rajta, és akkor a következő féktávon tudom nézni a változtatást. Ugye a fékeket, szintén utcai fékeket kell használjunk, amik ugye önmagukban nagyon jó termékek, de ezt a hatalmas terhelést, amit ugye mi adunk nekik, hogy tényleg 20 másodpercenként felgyorsítunk 160-ra, és onnét lefékezünk vele 50-re, ezt azért nem bírják, de olyan hőterhelést kapnak, amit nem bírnak, és akkor emiatt mindenképp kell hűteni őket. Viszont így, ez a technológia, amit meghasználunk így, hogy ahogyan, ugye nem csak simán rálocsoljuk a vizet úgy, ahogy van, hanem az azért ki van találva,
amit most nem mondhatok el, de ez az, amit, ahogy használják ezt a fékhűtést, az viszont nagyon jól működik, hiszen tényleg nagyon finoman tudom szabályozni a hűtésnek a mértékét, és folyamatosan, amíg van víz a tartályban, addig tökéletesen az optimális tartományban tudom tartani a fékeket. Váltó az egy olyan dolog, ami a szabályzat szerint kötelező széria váltónak kell lenni, az a módosítás nem engedélyezett, úgyhogy ez ugyanaz a két tartományos, felezős váltó. Hát így összesen ugye a két tartományjal, meg a felezővel együtt 16 fokozat van benne, de ebből nem használunk csak a leghosszabb négyet. Maga a kormány is széria alkatrészeken alapul, de nagyon-nagyon át van alakítva. Maga a kormányzásnak a geometriája is, meg a kormánygép is, meg az egésznek a működése. És hát amit itt belül látsz, az pedig ugye nyilván a versenyzésre, ahhoz a kényelemhez és ugye a biztonsághoz van átalakítva minden. Az egyik legnagyobb dolog, amit ugye kitaláltunk, az a kormány geometria volt. Illetve a futóművel, a hidakkal kapcsolatban, a rugókkal kapcsolatban, a lengéscsapítókkal kapcsolatban. Ez változott pályáról, hogy milyen beállításon mentek? Hűtéssel kapcsolatban volt egy csomó minden. Igen, a beállítások változnak pályáról pályára. Nagyon, igen, nagyon sokat. Tehát, hogy van például a Nürburgring, meg például ugye Ausztriában a Red Bull Ring, az két annyira különböző pálya, annyira különböző minőségű aszfalt van, és teljes óriási különbséget kell használni a beállításokban. Látszik minden, az, hogy fullos telemetri rendszert használunk a versenykamionban, és ugye a fékeknek a hőmérsékletét, mind a négy féktárcsának a hőmérsékletét ugye külön látom valós időben, meg hát minden adatot, amit szeretnék, a motorról és sebességet és fordulatszámot is. Mindent látunk, tehát teljes értékű telemetri rendszert használunk az autóban. Alapvetően GPS-szel a motorelektronika szabályozza 160-at, de ha nincs GPS-vétel, akkor ezt nem tudja csinálni a motorelektronika, és akkor ugye valami más rendszert kell használni, és akkor ugye tényleg három rendszerünk van. Van a motorelektronika tud fordulatszámra szabályozni, ami nem jó, mert alacsonyabb sebességi fokozatban is lekorlátozza a fordulatszámot, ami nem jó, mert néha kell. Szóval úgy, hogy a GPS után jön a tahográf, és ha az sem működik, akkor fordulatszámra szabályoz. És ezt magától csinálja a rendszer. Ha nincs GPS-vétel, akkor automatikusan átáll a tahográfra a szabályozás, ha a tahográf sem működik valamiatt, akkor pedig korlátozza a fordulatszámot.